Thriller. Ember a lépcső tetején. Szoba kiadó. Bocsánat. Mondom, bocsánat. A szoba miatt jöttek? Igen. Tetszik tudni, a barátnőmmel régóta keresünk egy helyet. A közelben járunk előkészítőre. Van is most egy mennyei szobánk. Önöknek azt hiszem épp megfelel. Már elő is készítettem. Nekünk? Legalábbis hasonló bérlőknek. Ilyen kedves lányoknak. Ilyen szép mennyei kislányoknak. Jöjjenek. Mrs. Oxy vagyok. Ide lent lakom, úgyhogy ha bármire szükségük van, ne habozzanak megkeresni. Kedvelem a társaságot. Ó, de mi még nem biztos, hogy ezt a szobát... Jaj, dehogy is nem. Ez egy meseszép szoba. Jól mondom, Mr. Patrick. Ő itt, Mr. Patrick. Ez a két ifjú hölgy a mai naptól házunk lakói. Imádni fogják, igaz-e? Igen, igen, minden bizonnyal. Mennyei hely. Bocsánat. Elnézést. Az emeletem van. Tudom, szobát mondtam, de voltak éppen egy kisebb lakosztály. Jaj, de szép. Tényleg nem rossz. Igen. Minden itt van helyben. Kivéve a fürdőt. Az a folyosó végén található. Oh. Ez valami isteni, nem, Chrissy? Nem is számítottam ilyesmire. De nyilván az ára is megvan. Mrs. Oxy. Oxy. Tudja, elég szőkre szabotta. Mennyit tudnának nélkülözni? Nincs konkrét bérleti díj. Szeretem, ha mindenki elégedett. Hát mi úgy 24 fontot szánnánk rá havonta. Akkor ebben meg is egyeztünk. Akár már most is beköltözhetnek. Még el kell hoznunk a podgyászunkat az állomásra. Nem is tetszik. Önök szimpatikusak, úgyhogy jöhetnek bátran. Te ezt elhiszed? Még nem nagyon. Gondolj bele, 24 font havonta, és egy ilyen helyen vagyunk.
Na hát, az előző bérlő egyik kincse. Jó előző lehetett, ha ezt az újságot olvasta. 1852-es. Micsoda? Vicces? Tessék. Tényleg. Vagy csak ide. Szerencse talizmán. Igen. De neked is tetszik, ugye, Kriszi? Persze, hogy tetszik. Csak túl szép, hogy igaz legyen. Segítség. Kriszi, ébredj! Jó reggelt! Ön nyilván az új bérlő. Gillian Pemberton, igen. Wright ezredes. Ezek szerint mindenki ilyen korán kell itt. Én katona volnék. És a szokás, nagy úr. Ráadásul ez nálam a nap legszebb része. Jesszusom. Au! Szia! Hogy hívnak? Szétszakadt a maci. Hát igen, ez eléggé... De biztosan azért ilyen, mert annyira szereted őt, nem? Ő csak játék, nem igazi. De azért kedves maci. Jobb lenne egy igazi. Miért? Nincsen igazi állatkád, cicád vagy kutyusod? Nincs, de nagyon szeretnék. Talán majd karácsonyra kapsz egyet, Jonathan, nem? Jonathan! Na végre, remélem nem zavarta önt. Egyáltalán nem, legalább megismerkedtünk. A férjemmel azt hiszem már találkozott tegnap. Mrs. Patrick vagyok, Emma. Én pedig Kriszi Morton, nagyon örülök. Én is. Igen, és ő pedig a szobatársam, Gillian Pemberton. Jó reggelt, Patrick. Üdvözlöm. Ha bármiben segíthetek a költözködésnél, itt vagyok a szomszédban, kopogjanak nyugodtan. Nagyon szépen köszönjük. Gyere, menjünk, Jonathan. Gyere, ne ácsorogj. Nem fogsz így elkésni? Nekem csak 10:45-től lesz órám. Te szerencsés. Jaj. Tessék, így áll egy kortyot. Köszönöm. Finom. Na jó, akkor este találkozunk. Szia.
Mennyei. Mennyei. Köszönöm. Azokat dobja csak a konyhába. Gillian Pemberton vagyok. John Elger. Aha! Hogy egy kicsit vidámabb legyen a hely. Nagyon szép. Szavamra igazán szép. Mint az, aki hozta. Szóval a szobatársammal, Chrissyvel, nagy szerencsénk volt ezzel a helyjel. Mindenki annyira kedves. Gillian! Ó, mi folyik itt? Így barátságosabb lesz a szoba. John pedig segít nekem, a földszinten lakik, John Elger. Bocsánat, Chrissy Morgan. Hello, John, örvendek. Hello. Jaj, de aranyos. Édes, ugye? A miénk? Nem, Jonathané a szomszéd kisfiújé. És Mrs. Oxy megengedte? Erre nem is gondoltam. Ne aggódjon, ő imádja a macskákat. Nem lesz ebből gond, higgyék el. Hát remélem. Megyek oda is adom neki, mielőtt lefekszik. Bocsánat. Na gyere, átmegyünk. Tessék! Ez aztán a mennyei meglepetés, igazán kedves öntől. Hát ma reggel mesélte, mennyire szeretne egy igazi kedvencet. És véletlenül a gondnoknak, vagy inkább a házvezetőnek, ahogy itt mondják, volt ez a kis cicája, és nem tudtam nem elhozni. De biztosan nem jelent problémát. Ugyan, hogy jelenthetne? Egy ilyen kis állat. Még hálásak is vagyunk. Mit is kell ilyenkor mondani? Gyerünk, Jonathan, köszönnek szépen Miss Mortonnak. Olyan mennyei. Hát nem éppen erre gondoltam, de... Ugyan, csak izgatott, ennyi az egész. Nincs kedve velünk tartani egy italra, Chrissy. Hát most segítenem kell Gilliannek főzni, majd máskor, jó? Örömmel látjuk. És köszönjük. Hát, rászolgáltunk egy jó kávéra. Vagy levesre, ha vár. Inkább a kávé. Sajnos más munka is vár még rám. Nyilván rajongott. Jonathan, a cicáért. Ja, nem. Rajongani nem rajongott, de örült neki. Azt mondta, hogy mennyei. Elvileg hoztam kekszet, van még? Kell lennie. Mondja, maga már régóta lakik itt? Hát egy ideje. Akkor már biztos mindenkit ismer a házból. Nem mindenkit. És ki lakik az emeleten? Hát maguk. Nem itt, hanem a tetőtérben. Ja, ő Mr. C. Mr. C? A legrégebbi bérlő. Mindenkinél előbb itt volt. Mrs. Oxynál is előbb? Még nála is. Szerintem a házhoz adták, mint kiegészítőt. Én még nem is láttam őt. Mert elég öreg már, és zárkózott. De előbb-utóbb látni fogja. Kénytelen lesz. Jóképű, kultúrát, intelligens, és facér. Kicsoda? John. John Elger. Mit keresel? A kék melltartómat holnap fel akartam venni. Nincs a fiókban? Nincs. Ott volt, de... Lehet, hogy ezt ennyesbe raktam. Na, mindegy. Hallottad ezt? Biztos a szomszéd kisgyerek rosszat álmodott. Nem, olyan hangja volt inkább, mint valami állatnak.
akarod? Tessék? Kriszi, drágám, az a pincébe vezet le. És nagyon csúszósak, rozogák a lépcsők. Még a végén megütné magát, ami nem lenne jó, ugye? Nem. A szemetes arra van kedves. Ja, igen, köszönöm. Az éjszaka történt. Nyitva felejtettem az ablakot. Nem tudom, hogy mászott ki szegény jószág, de valahogy kijutott és leesett. Nekem is csak reggel tűnt fel, mikor ott találtam kinyúlva a járdán. Annyira sajnálom. Én pedig eldugtam. Nem akartam, hogy Jonathan is lássa. Önnek sem mertünk róla szólni. De persze elmondtuk volna. Később. Borzasztóan sajnáljuk. Őszintén. Pedig itt kell lennie. De miért nem találom? Te nem láttad véletlenül? Mit? A harisnyámat. Azt a drappot. Nem láttad valamerre? Nem. Ó, neked ezek szerint ma sincs órád? Nincs. Figyelj, ha kölcsön vetted, nem gond, csak szólj. Nem vettem fel, de vedd fel az enyémet. Ó, köszi. Na és mit tervezel mára? Nem tudom. Beülök valahova, és ennyi. Remélem már megbocsájtott. Hogy? A bőrön baleset. A Cheyenne blúzok és az iskolai jegyzetek karambolja. Ó, igen. Hello. Ezúttal hadd legyek udvariasabb, Masters, Gary Masters. Igazán, örülök, hogy találkoztunk, Gary. Mi járatban? Nos, egy művészeti kurzusra jöttem Londonba, de voltak éppen a Cambridge-re járok. Milyen érdekes. És ön mi járatban? Ne haragudjon. Én Chrissy Morton vagyok, és szintén tanulok. És megkapták végül azt a kiadószobát? Igen. Ez igen érdekes. Miért? Mert nekem ajtót sem nyitottak, de se baj, találtam egy hasonlót két utcával lejjebb. Talán kifejezetten önnek tartogatták meg a barátnőjének. Miért mondja ezt? Csak úgy. Csak megjegyeztem. Hé! Hey. Látom, el kellene most önnek egy jó hallgatóság. Biztosíthatom, én az vagyok. Nincs semmi baj. Egy nőnél a semmi mindig valami. Nem, tényleg csak. Mindegy, hagyjuk. Ne hagyjuk. A ház, ahol lakunk. Én valahogy félek tőle. Hát jöjjön el onnan. Nem lehet. Miért? Hogy nézne az ki? A szoba csodás. A bérleti díj nevetségesen alacsony. Akkor mi a baj? Nem tudom, valahogy képtelen vagyok megszokni. Talán a kora miatt. Tudja, ezek a régi viktoriánus épületek ma már inkább remetelakok. Rengeteg emlék szorult meg a falaik között. Végül is lehet. A hangulata... Majd ott megmondom. Hát gondoltam egy italra, ezek után felhívod, nem igaz? És ő is tanul? Igen, ösztöndíjjal. Az meg mit jelent? Hát egyetemista akárki lehet. De ösztöndíjat csak azt kap, aki igazán tehetséges, és ezért az iskola külön támogatja őt. És körülbelül mikor jön? Fél órán belül.
Te meg mi a fenét keresel idebent? Azonnal tessék kijönni! Mi történt? Nézdem be! Hogy? Tessék, nézdem csak be! Észrevettem, hogy ott bujkál, és kukkol engem a fürdőben. Ez tűrhetetlen, egy ilyen kicsi gyerek, és már... Kérem, ne! Majd én megbeszélem vele. Ne aggódjon. Majd én elintézem. Gyere csak velem, fiam, lódulj! Hogy képzelted ezt? Remélem, tudod, hogy ezért mit kapsz. Jonathan, nem gyerünk befelé, majd bent! Te kis nőcsávász! El sem hiszem, hogy ilyen furfangokra vagy képes. Vége az első résznek. Második rész. Ez Geri, engedd be, légy szíves. Biztos, hogy most látni akarod? Igen, nem lesz baj. Rendben. Hello, én... Geri Masters, tudom. Chrissy már mesélt magáról. Én Gillian pedig... Pemberton, tudom. Chrissy mondta. Hát, igen. Akkor erre tessék. Egyelőre nem érzem. Micsodát? A gonosz jelenlétét. Látom, Chrissy sok mást is elmondott. Az egyetlen, amit érzek, a dohos levegő. De azt egy szellőztetés orvosolja. Nem is tudom. Azért még kószálhatnak erre szellemek is. Mesélte, hogy két alsó neműm is eltűnt tegnap. Ne nevessen! Így egy lány hamar felfázik. Hello! Meg is oldottam a problémát. Egy perc és jövök, Geri. A házét, tudom, hogy mi a baja. Halott, mint a fene. Ezer éve az lehet. De még feléleszthető egy vidám festéssel, kellemes bútorokkal, vagy ami még jobb, egy buldózerrel. Maga sírt? Nem parancsol egy csésze kávét? Mi a baj, Chrissy? Történt egy csúnya incidens. Hol itt? Igen. Na de mégis mi a baj? Lakik egy kisfiú a szomszédban. Igen, az a kisfiú is, meg a szegény kis cica. Szörnyű ez a ház. Na, hé. Ne izgassa fel magát, üljön le. Szóval mi történt? Hát Chrissy épp fürdeni készült. És? És a kisfiú bámulta őt. Bámulta? Egy lyukon keresztül kukkolta őt, tudja. Hát ez tényleg csúnya ügy. De lehetett volna rosszabb is. Még jó, hogy csak egy gyerek. És mi van a többivel? A cicával, akit megöltek. Az kiesett az ablakon. Jól van, akkor az emberekkel. Azokkal a csodálatos, bocsánat, mennyei emberekkel. Miről beszélsz? Neked még fel sem tűnt. Mennyei. Ez az első számú jelző errefelé. Mennyei. Kezdődött azzal, hogy milyen mennyei lányok vagyunk, aztán jött, hogy milyen mennyei a szobánk. És még az a szegény macska is mennyei volt. Hát tényleg nem érted? Na, próbáljon megnyugodni, jöjjön. Geri, ne haragudjon. Kérem, hagyjon most. Hát, akkor pihenjen. Majd reggel beszélek vele. Viszlát. Hello. Figyelj, Chrissy. Nem, te figyelj. Elhiszem, hogy most őrültnek tartasz, meg hogy szerinted ez logikátlan és értelmetlen, de el akarok menni ebből a házból. Jaj, még Chrissy, én sem nem tudom, kell. De érzem. Érzem, hogy valamit nem stimmel, és hát el kell mennünk, amit tehetjük, hallod? Mondd, hogy elmegyünk, kérlek, jó, és menjünk. Jó, nyugodj meg. Ezen nem fogunk összeveszni. Ne haragudj. Elmegyünk, ha úgy akarod. Akarom. Csak várjuk ki a hónap végét, addig kifizettük a szobát. Engem az sem érdekel. Ugyan, Chrissy? Csak egy hónap. Aztán elmegyünk, ígérem. Jól van. Nyugi. Ah.
Jó reggelt. Jó reggelt. Kegyed ma is elbűvölő. Köszönöm. Mennyei. Jó reggelt. Hello. Úgy tudom, itt van kiadószoba. Igen, bár én nem tudom, hogy van-e most üres, mivel... Nem, nem, engem nem a szoba érdekelne, csak beszélni szeretnék ennek a háznak a gondnokával. Mrs. Oxy. Jöjjön velem, kérem. Mrs. Oxy! Mrs. Oxy! Sajnálom, úgy látszik, most nincs itt. Ja, akkor talán ön is segíthet. Ez a hölgy itt lakik? Nem. És nem is látta errefelé? Eddig nem. Nagy kár, pedig nagyon bíztam benne. Miért? Ki ő? A lányom, Sally. Talán eltűnt? Nem éppen, csak úgy egy éve eljött otthonról. Voltak gondok, és eljött. Aztán pár hónapja írt nekem, de... Ostabán kidobtam a levelét, mert még akkor is haragudtam rá. Most viszont szeretnék már végre kibékülni vele. És honnan veszi, hogy itt lakott? Nem biztos, hogy itt, de a környéken, ha visszagondolok a címre, egy nagyobb ház, csendes helyen. Többször is írta a levelében, milyen mennyei a szoba. Mennyei? Azt írta, hogy mennyei? Igen. Akkor lehet, hogy itt lakott. Persze előttem, mert én csak nemrég vagyok itt. Talán kérdezzünk meg valaki mást. Wright ezredes! Ezredes úr! Biztos a fürdőben van. Tudja mit? Hagyja itt a képet, és én este rákérdezek Mrs. Oxynál. Jaj, de nagyon hálás lennék. Aztán ezen a számon el is érhet. A nevem Thurston egyébként. Harold Thurston. Rendben. Mrs. Oxy? Igen, kedves. Beszélhetnék önnel egy percet? Hát persze. Járt ma itt egy férfi, amikor ön nem volt itthon. De végül is mindegy. Pillanatnyilag úgy sincs üres szobánk, nem igaz? Thurstonnek hívják. Igaz-e? A lányát kereste, aki állítólag itt lakott. Thurston? Nem, nem rémlik. Itt hagyta nálam a képét. Nagyon csinos lány. Így sem ismerős? Sajnos nem. Egy ilyen szép lányra biztos emlékeznék. Amióta a kis kukkoló Jonathan lebukott, én sem szívesen megyek a fürdőbe. Nem vagyok a korai szexuális felvilágosítás ellen, de azért ilyesmit nem kellene tanítani. Ki ez? Egy lány, akit Mrs. Oxy sosem látott. Vagy legalábbis tagadja, hogy ismerné őt. Tagadja? Már megint mi jár abban az okos fejedben? Ez csak... Látod, mi lóg a lány nyakában? Igen, egy lánc. Rajta egy medál. Pontosan. Ez nem ugyanaz? De lehet. Annyira ezzel nem látszik. És itt van még ez is. Amire eddig azt hittük, valami tréfa. Mi van, ha mégsem? Jaj, ne kezd már megint, Kriszi, légy szíves. Azt sem vetted észre, hogy itt egyik bérlő sem kap levelet? Senki, csak még ebből. A másik meg, hogy nem mennek soha sehova. Nem mennek az utcára se éjjel, se nappal. Már hogy ne mennének? Mikor? Mondd meg, mikor mentek ki. Most így nem tudom, de biztos kijárkálnak ők is. És a mennyei, meg az öreg, aki sohasem lát még, hallgatom. Kész, inkább lefekszem.
Gillian? Mi van? Van még valami. Mi? Ez. Ez Mr. Seales. Megyek, megnézem. Mi van ezzel? Beragadt, vagy mi? Naj, vigyázz, biztos nem ragadt be. Nem tudom kinyitni. Na, és hogyha beragadt? Ne foglalkozz már ezzel, aludjunk inkább. Jézusom, mi van? Mi történt? Gyere vissza. Mi az? Kisétált álmában? Igen, olyasféle. Nem jó ilyenkor felébreszteni őt. Inkább fektessük le. Jól van, gyere. Nem lesz semmi gond. De az ajtót azért zárja be. És a cipőjét rejtse el. Jó. Köszönöm. Szóra sem érdemes. Erre valók a jó szomszédok. Ismeri őt? Ismeri? Nem. De csinos lány. Nagyon csinos. Biztosra veszem, hogy a nő hazudott. Köszönöm. Köszönöm. És szerintem Elgör is hazudott. Láttam, hogy felismert a lányát. Akkor miért tenné? Azt hiszem, szólni kéne a rendőrségnek. Majd miután beszéltem ezzel a főbérnővel, előbb tőle akarom hallani az igazt. Pedig a rendőrség... Már jártam náluk hetekkel ezelőtt. Felvették Sallyt az eltűnt személyek listájára. És azzal végigasztaltak, hogy közel 1000 fiatal lány tűnik el évente, tudta ezt? Nem, de nem is hiszem, hogy majdnem 1000. És legtöbbjük önszántából tűnik el, mert így akarják. Mert bajba kerülnek. Bizony, méghozzá a legősibb bajba, amiben egy lány kerülhet. Eltűnnek, hogy csendben megszüljék a gyermeküket. Vagy elvetessék. Egy sötét pincében valahol. Egy idősebb nő segítségével, aki úgymond specializálódott az ilyesmire. Mrs. Oxy? Hát nekem nagyon az a gyanúm. Ez magyarázná azt is, miért tagadta le, hogy Sally ott lakott. Beszélnem kell ezzel a nő személlyel. Szemtől szemben.
Nos, köszönöm a segítségét. Nincs mit. De és majd felhívom, ha valami újat megtudtam. Várni fogom. Mrs. Oxy. Miért olyan hihetetlen, hogy nincs otthon? Már vagy 10-szer felhívtad őt az este. Mert azt mondta hív, hogyha megtud valami újat. De nem tud. Majd jövök. Szia. Vége a második résznek. Harmadik rész. Az a ház gonosz. Megint túl sokat gondol rá. Most mondom, jöjjön el velünk holnap maga is. Jó társaság lesz, kikapcsolódunk egy kicsit, és meglátja utána, egész másképpen néz majd arra a szörnyűséges házra. Nem hagyom ott Jillian-t. Hát akkor hívja el őt is. Szerintem nem tud eljönni, mert vizsgái lesznek a jövő héten. Akkor meg itt marad. Most nem ő a lényeg, hanem maga. De nem akarom egyedül hagyni abban a házban. Értse már meg, hogy veszélyes. Chrissy, ha figyelne arra, amit mond, ön is belátná, hogy ez ostobaság. Holnap akár korán is indulhatunk. 9-kor hívom magát. Geri, nem, semmi nem. Kifogásnak nincs helye. 9-kor hívom, és készülődjön, rendben? Jó, lehet. De... ez a beszéd. Szerintem is nagyon jó ötlet. Kicsit kikapcsolódsz. Kiszellőzteted a fejed. Hányra jön érted? 1/2 óra múlva. Jillian, biztos nem lesz semmi baj. Jaj, ne kezd már megint, légy szíves, tessék. Nem vagyok már óvodás. Igen, tudom, és csak ma nem leszek. Holnap már itt vagyok, és ha valami gond van, milyen akkor... gond? Nem lesz semmi gond. Velem sose történik semmi. Én lennék a legboldogabb, ha valami izgalom érne. Figyelj, hogyha nem akarod, nem megyek el. Nem, ellenkezőleg. Azt akarom, hogy elmenj. De tényleg, Chrissy! Hogyha...
jól van, meg sem szólalok többé. Ó, de korán jött. Honnan tudod, hogy... Ez ő. Felveri nekem az egész házat. Arra Gábriel trombitája alkalmasabb. Jöjjön be, mindjárt kész vagyok. Ki ez a vén ember? Nem tudom, csak egy festmény. Nem, köze van a házhoz. Ezt meg honnan veszi? Sehonnan. Csak megérzés, ennyi. Hello! Gyönyörű. Ja, és kösz. Mit is? Hogy kimozdítja egy kicsit? Na, már ennyire bízik benne. Talán nem kéne? Egy férfinak ez nem éppen hízelgő. Mehetünk. Remek. Mr. C. Ő ki? A fölöttünk lakó. Ja, az a nagyon rú emberke. Ki? Mindig leskelődik, mikor idejövök. Hát, csak ő lehet. A felső ablakból szokott bámulni. Látta őt? Valakit biztos láttam. Gillian. Indulás, és érezd magad nagyon jól. Tessék a kabátot. Jó. Nehez. Viszlát. Minden remek lesz. Sziasztok. Tessék! Hello, John. Hello. Ha ezt tudom, hozok én is pár inget. Igen. Halud, legyen kövér. Rabszolgamunka? Egy ilyen szép nap nem erre való? Hát, várom az ötleteket. Ráadásul teljesen egyedül? Chrissy nem is segít? Ő elutazott a hétvégére. Hát ez sajnálatos. Ugyanis egy meghívással érkeztem. Lesz egy kis ünnepség délután. Megiszunk valamit. Kár, hogy Chrissy nem jöhet, de remélem önre számíthatok. Nos, hát egy kicsit mindenképpen tanulnom kell, de... Egy óra pihenésképpen csak belefér. Igen, annyi talán. Örömmel megyek. Hánykor? Ó, jöjjön kettő körül. Ez egy olyan kis szóáré lesz. A szervizből küldenek majd egy vontatót, de ez időbe telik. Kér egy italt, amíg várunk. Igen, köszönöm. Egy korsó sört és egy pohár bort kérnék. Gillian, jöjjön be! Kegyed elbűvölő, Gillian.
mennyei. Kire várunk még? Hiba volt otthon hagynom. Tudtam, hogy ez zavarja. Geri, most teljesen egyedül van. Igen, persze, tökéletesen. Csak másik 10 ember él mellette. Úgy tudom, megállapodtunk, hogy nyugodt, vidám hétvégénk lesz, és szóba sem hozzuk azt a házat. Ne haragudjon. Nézze, szeretném, ha boldog lenne. És nem sajnálkozna. Gilliannek nem lesz semmi baja. Jó helyen van, jó emberek között. Annyira örülök, hogy végre minden kedves barátom együtt van. Épp testben. Bocsánat, de van egy hiányzó. Mr. C. Hiányzó Mr. C. Áj. Szegény ember. Akkor miért nincs itt? Mert ő sosem hagyja el a szobáját. Soha. 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 Mi viszont összekötjük őt a külvilággal. Mi jelentjük az életet neki, igaz? Igen, így is mondhatjuk. De persze joggal emlékeztetett rá, kedves. Nélküle nem lenne teljes az ünnepségünk, ugyebár? Majdhogy nem értelmetlen. Ünnepség? Most jut csak eszembe, egyáltalán mit ünneplünk? Magát, Gillian. Önt? Engem. Csak le kellene csábítani Mr. C-t. Vagy küldjünk neki egy italt. Nagyon jó ötlet. És majd Gillian felviszi neki. Én? Ő szereti. Szereti a csinos lányokat, bizony. Nagyon oda van értük. Imádja őket. Örömmel felvisz neki egy korty italt, ugye? Ó, persze. Szívesen. Legalább őt is megismerhetem. Az a sorsa, hogy megismerje. És ennek ma van a napja. Mennyei. 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 Menjen is hamar. Vigye ezt Mr. C-nek. Innen bevontatják nekünk a kocsit. Szerencsére nem vagyunk messze. De ön addig maradjon itt, jó? Kellemesebb, mint egy szervíz előtt. Én elkísérem őket, és jövök vissza, amint megjavították, rendben? Rendben. Próbálom sürgetni őket. Egy sört kérnék, Charlie. Siess, mert a városba kell mennem az öregért. Elnézést. Jól hallom, hogy a városba megy. Igen. El tudna engem vinni? Persze, miért ne? Köszönöm. Csak írok néhány sort, és tőlem indulhatunk is. Menjen bátran! Várja magát! Vissza kellett mennem. Gillian!
Mr. Elgör! Kérem, Mr. Elgör, Trillian nincs itt véletlenül. Mrs. Oxy! Mrs. Oxy! Rajt ezredes! Miss Morton? Mr. Thurston. Mr. Thurston a pincében. Lent. Igen, tudom. Hívjuk a rendőrséget. Én már hívtam, de mielőtt ideérnek, látnia kell valamit. Ide fent. Jöjjön. A lánya is? Igen. Ő is odalent van. Istenem, és még hányan lehetnek a ládákban? Jöjjön! Mr. Thurston, én nem értem. T.
Thurston? Már halott? Ó, igen, látta őt, beszélt vele. De csupán azért, mert én így akartam. Mert azt akartam, hogy lássa. Ám ettől még ő halott. Ahogy Oxy, Elgör és a többiek. Mind réges-régen halottak. És mégis léteznek. Ez csak álom lehet. Szörnyű rémálom. Nem, ez mind valós. Minden, amit lát, létezik. Én is létezem. Na, de a ház... Üres! Csak egy díszlet. Nincs benne több élet, mint egy... pókhálóban. Önnel volt idáig a legnehezebb dolgom. Rendkívül erős akaratú. És igen, ösztönös. Rendkívüli módon érez meg dolgokat. Más voltám hajdanán ez a ház. Nagyon más. Kocsik tolongtak a bejáratnál. Szép hölgyek, estélyek. De ez már régen megszűnt. 1852-ben, hogy pontos legyek. És azon évnek, szeptemberében én visszavonultam ebbe a szobába. Igen. Több, mint egy teljes évszázada. Akkor vonult ide vissza. Maga? Én? Így hát elég idős volnék. És okos. Hiszen az idő is mellém állt. Úgy alakítottam. És Oxy meg Elgör... Azért látta őket, mert én láttattam magával. Ahogy az imént Thurstont. Én... erőltettem az agyába. Mondtam, hogy okos vagyok. És ennek én magam vagyok az élő bizonyítéka. Tény, hogy mindenkiben ott lakozik a jó és a rossz. De én egy Cartney vagyok. És a Cartneyk ősi civilizációk óta kötődnek a fekete mágiához. Hiszen belénk valamiért több gonoszság szorult. A jó... mellé. Egyedül a jóval mit sem érünk? Ki az, aki sokáig élhet a földön pusztán a jóval? Míg a gonosz? Az maga az élet éltető eleme. Erős, eleven, halhatatlan. Persze csak azoknak, akik a közelébe jutnak, és én eljutottam hozzá. És végtelen életet kaptam a gonosz végtelen hatalmával. A sötét művészeteken át eljutottam oda, hogy a gonosz csókot leheljen rám, és vele örök életet adjon. Én megtaláltam őt, és ő engem. Én létezem, és létezni is fogok, míg el nem jöjj a végítélet, és a sátán színe előtt lelem jutalmamat. Nem. Azok az emberek éltek. Láttam őket. Ismertem. És rajtuk keresztül ismert engem is. Ó, igen. Egykor valóban éltek. Mindegyikük e ház fedele alatt élt, az én házamban. De már elmentek. Pusztán az maradt itt belőlük, amit én maradásra késztettem. Lelküknek sötétebbik része. És a gonosz. Rejtett. Titkolt dolgai. Azok lettek az én méltó örökségeim. Oxy, Elgör, Patrickék, mind régóta halottak, és mégis általam élhetnek a képzeletem segítségével és az önével. Rendkívüli képességemnek köszönhető, hogy láthatóak ön előtt. És nem szellemként, füstként, de saját mi voltukban. Így élhetnek ők tehát, rajtam keresztül. Kinek álomként, kinek valóságosan. Mennyei!
mennyei. A kezdetek kezdetén volt a világ. Kezdetben volt Lucifer, Belzebub, az öreg, maga a rossz. Ám a végén ott lesz a rossz, maga és én. A Kártnik utolsó sarja, kinek hatalma az örök létig tarthat. Igen, öreg vagyok. És mégis fiatal maradtam. Nem is sejti a titkomat. Másoknak hála, kiknek az életét veszem, de egyet se féljen, kedves, élhet ugyanúgy tovább, általam. Élhetsz ugyanúgy, esküszel! Nem, pusztíthatsz el. Én élek, élek. Eddig, ha jól számoltam, 9 hulla van, és még körül sem néztünk. Vége. Vége van. Kriszi, azt a sok sületlenséget az örök életről. Felejtse el, nem él. Nem él, és soha többé nem ártat magának. Ez mennyei. Mennyei. A szinkront a Synchron Systems készítette.